Én úgy érzékelem, hogy ebben a választási kampányban az emberek két olyan pártot díjaztak, amik nagyon világos üzenettel álltak ki, közismert és szeretett listavezetőkkel álltak elő, és rendkívül jól végezték a terepmunkát és a média megjelenéseket. Ez maga a politika. Ami nem a politika, az az, hogy konfúz üzeneteink vannak, nem tudjuk, mit akarunk a világtól, és arról beszélünk, hogy így fogjunk össze, úgy fogjunk össze, amúgy fogjunk össze. Senkit nem érdekel. Ezen a választáson látszik, az érdekli az embereket, hogy mit gondolnak ezek a pártok. Én nem tudom, hogy a pálinkás Szűcs Robinak-e a mondása, de én imádom. Amely így szól, én egész népen fogom, majd eleresztem. Másnapján a választásnak, a rádióműsoromban, amit időnként említeni szoktam, de én máskor is dolgozom, nem csak itt, én már azt érzékeltettem az alapján, hogy megszólalnak, hogy ez lehet olyan, mint az éter, amely elillan. Olyan hihetetlen magabiztosak lettek, olyasmit mutattak, egyfelől nagyon örültek, az nagyon szimpatikus volt, és aztán hirtelen meg arcoskodni kezdtek, és azzal meg nem tudtam mit kezdeni. Tehát az, hogy a Momentum sikere mekkora, azt az idő fogja megmutatni. Egy bölcsmondás, így is van. Volt egy ilyen kisebb közönség találkozó, ahol emberekkel beszélgettünk, és kiderült, hogy a Momentum tényleg egy ilyen jövőbeni várakozásnak a gyűjtőhelye. Ez látszik, ezért mondtuk, hogy közvéleménykutatás. Ez a kérdés, amiről a Gyurival beszéltük az elején, hogy vajon ez meg tud-e ismétlődni egy helyhatósági választáson, hiszen ez a kiugró eredmény, amit szültek, ez vajon egy tudatos és egyébként megmaradó szavazói magatartás, vagy pedig egy alkalom, és azt mondják, hogy most megteszem a pirost, pedig... Ehhez szerettem volna hozzászólni három mondatban, a bejátszásban, amit a szóvivő fiatal úr elmondott. Hogy nem kell ide összefogás. Blödség. Most nem a Momentumot kell nekünk dicsőítenünk. Jön egy önkormányzati választás, és létezik egy választójogi szabályzati rendszer. Sehogy másképp nem lehet fölvenni a versenyt, csak ha egy jelölt áll szembe. Jó, de Gyuri, azért ragyogom. Nem mondjon ilyet. De Gyuri, teljesen igazad van. De ha belegondoltok abba, hogy ti vagytok a Momentum, igen. És hirtelen építkezni akartok, és én akarok nektek valami állást szerezni. Hát mikor tudok nektek állást szerezni, ha nem akkor, amikor közel 10%-ot érünk el? Tehát akkor, amikor elindulunk, nagyon szimpatikusak vagyunk, és egyáltalán olyan benyomást keltünk, mint hogy a légynek se ártunk, de abban a pillanatban, hogy ott van mögöttünk a 9, nem tudom mennyi, akkor azt mondjuk, hogy főpolgármesteri jelöltet indítunk, nincs összefogás, amit ebből az egészből humi össze lehet szedni, azt szedjük össze, amíg lehet. Önmérsékletnek hívják ezt, tanár úr, kérem. Önmérséklet hiánya. De fiatalok. Önmérséklet hiánya, megtanulják. Végig akkor nem lennél csalódott, hogyha ő kiült volna oda, elkezdeni nyilatkozni, és nem lenne koncepciója. Nem, Zsófi, ragyog, amit mondasz, én nem tudok válaszolni, csak azt tudom mondani, hogy maga a reakció, az első reakció, az nem. De a másik oldal sem lett volna jó. Én ezeket nem hasonlítom össze, könyörgöm. Ha én Orbán Viktorról beszélek, akkor nem gondolkodom Gyurcsány Ferencben és fordítva. Fel, hogy az sem lett volna akkor ennyiből szimpatikus. De nem hasonlítom össze. A Gyurit nem hasonlítom össze semmivel. Egy dologgal hasonlítom legfeljebb össze, egy korábbi szereplésével. Akkor is elmondom. Tehát szerintem nem lett volna sem szimpatikus, hogyha most nem gondolkodnának saját főpolgármester jelöltben. Azt mondanák, hogy megyünk holnap, és elkezdünk tárgyalni. Megjött az étvágyuk. Nem tudom, én szerintem én egy hozzám egy picit más szempontot, mert azért érdemes picit nézni, hogy hogyan alakultak ezek a szavazatok, és az, hogy a Momentum tovább tud elépni, vagy akár a DK ebből a helyzetből, az a vidéktől is függ. Ugye itt nagyon-nagyon elkülönült az, hogy Budapest és vidék. Avért a Momentum a szavazatainak a döntő többségét itt a fővárosba szerepte, és ugye itt elhangzott az, hogy a terepmunkára mennyit kell figyelni. És ha megnézitek az adatokat, azért vidéken, a községekben, kistelepüléseken sokkal többen mentek el szavazni, és többen szavaztak a Fideszre, mint a 2018-as tavaszi választásokkor. Ami azért elgondolkoztató szerintem, ha csak a számokat nézzük. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az egésznek az egyetemista városban. Azt gondolom, hogy ennek az egésznek a kulcsa az, hogy ezt a bizonyos terepmunkát, aminek egyébként a Fidesz 10 éven át csinálta, amire eljutott ide. Tehát azért ezt tegyük hozzá. De azt gondolom, hogy a kulcs az itt van valahol. Tehát, hogyha azt a típusú terepmunkát, hogy a kis településeken, ők ezt mindig elmondják, hogy mennyire nehéz. Azért, ha elnézitek a szegénységet, a közmunka sújtotta településeket, nem volt kérdés.
Polgári, ki fog járni. Polgári köröket hozott létre a Fidesz annak idején, hát mondom, és arra tud építkezni, és ez, ezért van jelen vidéken, ezért tud építkezni. Értem, ezt mondom. 2006 óta. Ezt mondom, és hol vannak még ehhez képest ezek a kispártok? Teszem, a kulcs az, hogy ezt képesek lesznek megcsinálni, vagy nem. Mert ha nem, akkor az átrendeződés lehet, hogy a bal oldalon az ellenzéki pártok között a számokkal lehet játszani, hogy most melyik párt kerül elő, de az összképet egy igazából mondatot, nem fogja megváltozni. Egy mondatot, hogy mondjuk? Elnézést, ha akarja, akkor szívesen mondom a Momentumnak az eredményeit, amelyek abszolút nem igazolják magát vissza, csak azért kerestem. Tehát tényleg. Okay. Tehát én időnként azért vettem, és vállom az antipátikusságot, hogy itt négy elemző ül, holott én azt feltételezem, miközben nem az én műsorom, hanem a tévé. Mindenki a magán véleménye mondja. De te szoktad mondani, hogy te a lapodat kell, hogy képvisel, a Borgula nem. A Borgula magát képvisel, a Gyuri is gyakran. De ezt mondjam az eredményeket? Tényleg? De azért nem fontosak az eredmények. De akkor mindaz, amit eddig elmondott, az hova rakjam? Hát összevitatkozhattok adásban egyébként. Én nem tudom, én az adatokat néztem, a kutatóintézeteknek az adatait néztem. Mondom, Békés Csaba 10.33, Debrecen 11.33. Kis településeket mondtam, kis településeket. Vidékről volt szó. Akkor ezt elnézést értek, kis településeket mondtam. Igen, ezt nem mondja. Összes nagyvárosban. De én nem a nagyvárosokról beszélek. Ez félreértődő. Én a kis településekről vitát beszélek, le, a falvakról. Vitát vegyük le, mert mindkettőtöknek igaza van. A kis településeken sehol sincsenek az újak, az egyetemi városokban kicserélték a Jobbikot. Emlékezz vissza, amikor felmérések voltak az egyetemista környezetben, a Jobbikot mondták legtöbbször. És most láthatod, itt az egyetemi városokban, van vagy 8-9 az országban, előre jött a Momentum, ahogy már megbeszéltük, és az LMP meg eltűnt. A mi hazánkat is egyébként kellően felhizlaltak. Egyértelműen. Az LMP meg eltűnt. És az pedig egy nagyon érdekes dolog, az mondjuk a HVG-nek egy nagyon jó kis meló lenne kimutatni, de facto. Igen. Hogy hogyan van együttműködés abban. Köszönöm a témájavaslatot. Ezt komolyan mondom, hogy köszönöm a témájavaslatot. Hol? Hát a Fidesz és a Mi Hazánk között. Egyébként erről a héten olyan értelemben már írtunk, megírtam, hogy Törökszent Miklós volt például nagyon-nagyon érdekes, ahol konkrétan ugye ezzel, hogy megtartották azt a bizonyos cigány ellenes felvonulást, hihetetlen. A Mi Hazánk gyakorlatilag egy az egyben letolta a Jobbikot. Így. Miközben évek óta tudtuk, hogy ez az egyik ilyen Jobbik fellegve, és gyakorlatilag így bejött azzal az egy demonstrációval, ami közvetlen egy héttel volt egyébként az egész előtt nagy gyerpár. Hát politológiailag teljesen érthető, hogy a Fidesz és a Jobbik vitatkozni kellett a helyzete miatt. És amikor a Jobbik úgy döntött, hogy most néppártá akar válni, akkor veszélyeztette a Fideszt. Ha jön egy jobboldali párt, egy radikális jobboldali párt, akkor meg lehet mondani, hogy mi vagyunk a jók és ők a csúnyák. De most nem erről van szó, Gyuri, hanem de arról van szó, hogy hogyan nem csinálja meg de facto azt Orbán Viktor, hogy megalkotja a saját ellenzékét. Ezt kérdezted. Ezt azért kérdezted. Az egészen elképesztő. Ő felsége ellenzék. Én nem szeretném, ha ő beszélne belőle. Akkor már legyek saját jogon hülye. Szólni fogunk. De ingyen. Várom. Egyébként. Abszolút. De visszatérve arra, ahol tartunk. Nem hagy szegény, boldogulok. Szegény. Mondj, elnézést. Dehogy nem. Bocsánat. Majd én védelek. Pont ez is része, vagy itt visszakapcsoltunk az első írhez, hogy ez sem úgy sikerült esetleg. Tehát, hogy a Mi Hazánk, én azt gondolom, hogy többre akarták, többre számítottak. Azt számították, hogy egy igazi alternatívát fognak ebben állítani. Pont, nem, András, nem. Most még nem. Rendben van, oké, természetesen fogadom, de hogy sokkal, sokkal jobbat fognak hozni, és azt gondolom, hogy egyébként az beszél, tehát hogy az a fajta teória, ami szerint a kormányunk segíteni esetleg a Mi Hazánk mozgalmat, az csak mondom minden, az a zsidó közösségben tényként van elkönyvelve. Tehát, hogy egy-három százalék között van a Fidesz párt támogatása a zsidó közösségben, hogy de facto kimutatni, tehát nem az, hogy mi ezt feltételezzük. És akkor itt hagyd mondjam az előző mondatomat, majdnem mindegy, hogy mi a valóság. Az nem. Hát bizonyos szempontból... Az a szubjektív idealizmus. Lehet, de hogy amikor elítélnek, vagy rátszavaznak, tehát amikor valósággá válik az, amit az emberek gondolnak, akkor mindegy, hogy mi van mögötte. Mert ebből a szempontból igen. Hát de ez fogja meghatározni a jövőnket. Jó, Gyuri, egy mondattal, ami igen. Lehet hosszú. Akkor mégis most mi legyen a helyzet azzal a Momentummal, amely hát most gátja vagy erősítője az összefogásnak? Én azt gondolom... Te egy szószóló vagy. Szerűség lennék, de én azt gondolom, hogy a Momentum jókor lépett, ahogy kezdtük mondani, belépett a politikai térbe,
és hely van, ahol tud növekedni. Rajta múlik, hogy ez hogy teszi. Az a két szimpatikus hölgy, aki bekerült Európába, ugyanis ők nincsenek a parlamentben, mint tudjuk, fog tudni politizálni az ő arcukkal, az ő megjelenésükkel, és pozitív jeleneteket tud a nézőknek felmutatni. Tehát én szerintem a Momentum tényleg egy picit visszahajaz a korabeli Fideszre, és a várakozások vonatkozásában jelentősége van. Hiba lenne, ha elszállnának, ahogy teljesen látod, és hogyha az önmérséklet hiányozna. De az együttműködéssel kapcsolatos jogi álláspontját vitatom, aggályosnak tartom, elfogadhatatlannak. Nekik kell leginkább most együttműködőt mutatni, és nem különállót, mert akkor lesznek elveszélyek, akkor fognak eltűnni a sülyeztőbe. Akkor a szerkesztőnek is jó kedvet okozva kérjük a negyedik filmet, amelynek címe A bukás ellenére nem mond le a Magyar Szocialista Párt elnöksége.